Az áldozattáválás megelőzéséről és az azt követő intézkedésekről tájékoztatta a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ szakembereit szerdán Nyíregyházán. A rendőrség nem csak a bűnüldözéssel és a bűnelkövetőkkel foglalkozik, hanem a megelőzéssel is. Az átmeneti otthonban élők körében leginkább a családon belüli erőszak bűncselekménye jellemző. Ennek főleg az az oka, hogy nincs meg az a közeg a fiatal számára, ami biztosítaná a megfelelő hátteret és nevelést a felnőtté válás folyamatában, közölte Pál Sándor, a bűnmegelőzési osztály alezredese. Próbáltuk szembesíteni egyrészt a fiatalokat azokkal a negatív hatásokkal, ezért rendőrsértettő vagy elkövetői oldal is, ami mindenképpen a bűncselekmény oldalára kerülnek. Tehát ők valamilyen szinten dolgokat kezelnek úgy, hogy egyszerű csicskáztatás vagy kitolás a másikkal, azonban nincsenek tisztában azzal, hogy milyen követelményrendszer van, és milyen büntetőjogi felelősséggel rendelkeznek, ha esetleg úgy viselkednek. Na most ez érvényes a családon belüli erőszak viszonylatában is. Itt a szülőknek a szerepe, helye a gyereknevelésben, a környezet biztosítása, ezekkel kapcsolatban különböző eseteket dolgozunk fel, amivel szembesítjük őket a magatartásukkal. A legnagyobb probléma a számonkérés hiánya. A gyerekek nem kapják meg azt a törődést és figyelmet, amit igényelnének és amelyre szükségük lenne. Pedig ha nincs családi kontroll, akkor a viselkedése nem javul majd a gyereknek. Ennek is köszönhető, hogy akár bűncselekményeket is elkövethetnek ezek a fiatalok. A hatóság is próbál fellépni a megelőzés érdekében. Csellengő program keretében az iskolakerülőket próbálják megtalálni, valamint az óvodától kezdve az általános iskolán át a középiskolákig bűnmegelőzési előadásokat szerveznek a fiataloknak és a szülőknek is. Itt a családok átmeneti otthonában jelenleg 38 fő él, családok és csonka családok egyaránt. A gyermekek átmeneti otthonában pedig 16 főnek biztosítanak ellátást és programokat a nyári szünetben. Az itt dolgozó szakembereknek fontos, hogy felismerjék, kezeljék és hatékony segítséget nyújtsanak azoknak, akik valamilyen bűncselekmény áldozataivá váltak. Azt szoktuk tapasztalni, hogy időre van szüksége mind a családnak, mind a gyereknek, mind a felnőttnek, és ez az idő, ez akár lehet egy hónap, lehet fél év, amikor konkrétan minden teljes körűen ki tudnak bontakozni, és el tudják mondani a korábban ért sérelmeiket, problémáikat, és ezekben az esetekben ők saját maguk eldöntik, hogy kérnek el további segítséget, de ha gyermeket érinti a probléma, akkor a jelzőrendszer tagként mi megtesszük a szükséges intézkedéseket. Első körben a segítő beszélgetést, a pszichológiai tanácsadást és a fejlesztő pedagógiai segítséget biztosítják az érintetteknek. A családon belüli erőszak gyakori bűncselekmény nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem országos szinten is. Pál Sándor azt is hozzátette, ez nem függ az anyagi háttértől, nem csak a rossz körülmények között élő családokban jelenthet problémát. Ezen túl a droghasználat és az internetes zaklatás is egyre gyakoribbá vált az elmúlt években.